Köszöntöm a kedves nézőket, ez itt a Soltvad Kerti Televízió, benne a Vadkerti Krónikával. A következő több mint fél órában tájékozódhatnak mindarról, mi minden történt az elmúlt héten városunkban, illetve térségünkben. Mai műsorunk témái a következők. Nyáron csökken a véradási kedv. Szünidőfelező sok-sok színes programmal. Nyári tábort szervezett a baptista gyülekezet. 11-es ugó bajnokság Soltvadkerti továbbjutókkal. Nyáron is fontos a véradás, azonban a sok éves tapasztalat azt mutatja, hogy nyáron visszaesik a véradási kedv. Így volt ez Soltvadkerten is. Nyár van, és ez az az időszak, amikor az emberek szabadságon vannak, és kevesebb figyelmet fordítanak arra, hogy elmenjenek a véradásra, hogy vért adjanak. Ez most hogy van? Ugyanígy, mint az előző években ez a tapasztalat? Sajnos ugyanígy van. Az emberek, hál' Istennek most ugye szabadság van, elmehetnek szabadságra itt a pandémia után, és hát ez meglátszik a véradási megjelentek számán is, igen. Nincs gond most a vérmennyiségével? Van elegendő? Azt kell mondanom, hogy nincs. Nincs elegendő, tehát nincs, nagy gond van. Sőt, külön felhívta a figyelmünket a vértranszfúziós állomás Kecskemétről, hogy értesítsük a donorokat, jöjjenek. Nagyon-nagyon nagy gáz van. Éppen csak a napi készlet, ami a nagyon sürgős, az meg már nagyon vészes. És mikor múlik el ez az időszak? Tehát melyik az a véradás, melyik hónapban, ami aztán már tényleg a régi létszámmal működik? Hát bízunk, régen a szeptember volt, ugye vége van augusztusban a nyaralásoknak, nagyjából visszatérnek az emberek a megszokott kerékvágásba, van egy csöpp idejük, vagy odafordítják a fejüket a hívószóra. Szeptember az, amikor már úgy, igen. Aztán október, december megint egy nagyon jó hónap, amikor az emberekbe, hál' Istennek beívódott az, hogy ha mással nem, akkor ezzel tudok segíteni. Akkor most térjünk rá itt a Soltvadkerti véradásra. Itt is ez volt tapasztalható, amiről az előbb beszéltünk? Igen, ez volt a tapasztalat. 550 behívót kézbesítettünk a Művelődési Központ vagy Művelődési Ház dolgozói segítségével, amit ezúttal is nagyon szépen köszönök, mert ez tényleg egy óriási munka. Kiment ennyi SMS, ugyanannyi SMS, és hát 35-en jöttek el. Ez most ez a tendencia. Nem jó, de ez a tendencia. Hát akkor erre is mondjuk azt, hogy majd szeptemberben ez is több lesz. Ilyenkor készítettek statisztikákat, hogy ugye a 35 véradó mennyi mennyiségű vért adott le, és ez mire elég? Na erről egy kicsit, ha mesélnél, vagy beszélni. A 35 véradót, azt úgy kell számolni, az 35 egység vér, tehát egy véradó, egy egység vér. Ezt három részre bontják, ugye, három alkotó részére bontják a vértranszfúziós intézetbe, tehát ez 35x3 ember gyakorlatilag, akinek be tudják adni ezt a vérmennyiséget, és az már egy szép számnak mondható. Egy embertől 4,5 deci vért vesznek rá. Itt gyakorlatilag nem volt ilyen, hogy félbeszakadt véradás, tehát aki eljött, nem is volt kiszűrt. Tehát még a tetejében kiszűrt se volt, hál' Istennek. Tehát 35 egység vért vittek el Soltvadkertről. Irányított véradás volt? Most nem volt irányítás, úgy emlékszem, hogy nem jött senki. Most egy kicsit kevesebb az irányítás. Ugye pandémia miatt egy csomó műtét csúszott, és ez a csúszás még sajnos a kórházakban tart. Ha már az irányított véradásnál tartunk, akkor engedhessék meg, hogy még egyszer felhívjam mindenkinek a figyelmét ezúton is, hogy ha valakinek a kórházban azt mondják, hogy rendben van, megoperáljuk, két hét múlva, egy hét múlva mondanak egy pontos időpontot, és hozzon három egység vérről igazolást, az akkor legyen szíves, ne a Facebookra, és ne a közmédiába kiáltsa szerte a kívánságát, hanem keressen meg a telefonom, meg egyébként is a vérellátó nyilvános, ugyanis egy csomó dolog kell. Kell a beteg neve, kell a tajszáma, és rendkívül fontos, hogy hol operálják, mikor operálják,
melyik osztályon operálják, és a legfontosabb, hogy mi a vércsoportja a betegnek. Ugyanis lehet, hogy a családban nincs olyan, aki A pozitív, most mondok valamit, de mi itt a véradásokon meg tudunk kérdezni három olyan embert, hogy ugye hozzájárul ahhoz, hogy X-nek, Y-nak beadják az önvérét. Természetes. De csak és kizárólag csoportazonos vért tudnak irányítani a vérellátó dolgozói. Tehát jöhet egy egész foci csapat, rendkívül boldogok vagyunk és örülünk, mert ennyi akkor a vérkészletünk gyarapodik, de az nem biztos, hogy az illető betegnek ettől még lesz vére. Tehát az, hogy majd elcserélik, ez, azt szoktam mondani, hogy ez nem a nagybani piac. Tehát itt nem cserélgetnek, itt szólítunk meg donorokat, aki csoportazonos. Ha A pozitívat keresünk, akkor három A pozitív donort a felvételnél megszólítunk, megkérjük, hogy ennek és ennek fölajánlja, vagy hogy beleegyezik-e. Ott rögtön ennyi, aláírás, kész. És akkor viszont biztosan, hogy lesz a betegnek vére. Most már nem is kell róla igazolást tulajdonképpen, mert a felhőbe azonnal felviszik, és a kórház már értesül róla, tehát csak és ez az egyetlen egy biztos módja annak, hogy biztosan legyen vér ahhoz a műtéthez. Igen, régebben elég sok ilyet láttam a közösségi oldalakon, ilyen felhívás, ma már kevesebbet. Lehet, hogy ez az oka, hogy rájöttek, hogy hasznosabb így hozzátok fordulni? Igen, régebben tényleg ebből kampány volt, és hát nem győztünk felhívni, én személy szerint is, akit tudtam, meg a telefonszámot felhívtam, hogy nagyon örülünk, nagyon jó, hogy de én meg tudom mondani, hogy a megyébe ebbe a hónapban hol lesz véradás, hova jöhet el a család, hova jöhetnek a barátok, de ha nekem elmondja ezeket az adatokat, amit az előbb mondtam, akkor én minden véradáson, ami az én kiskörös és térségében ott vagyok, akkor ez biztosan, hogy oda fog kerülni, mert akkor én arra már kitöltöm előre a papírokat, az igénylőlapot, és akkor ott helyben megszólítjuk a donorokat. Akkor most egy kicsit beszélgessünk arról, hogy hol lesz legközelebb lehetőség arra, hogy vért adjunk. Legközelebb Kiskörösön lesz lehetőség augusztus 24-25-én, reggel 9-től délután 1 óráig várjuk a donorokat, és hát utána pedig Sótvadkerten a Szüreti Fesztivál ideje alatt, szeptember 18-án. Előre úgy tervezzük, hogy 10-től 17 óráig, azaz délután 5 óráig. A jelenlegi terveink szerint egy szélesebb körű egészségszűréssel egybe kötve, itt valószínű a helyszín a könyvtár lesz. A nyári szünet közepén szünidőfelezőt szerveztek a Vadkerti Tó élményparkban. Minden adott volt, hogy ezen a napon a kicsik és a kicsit nagyobbak igazán jól érezzék magukat. Ismét jár a szekér, viszi a gyerekeket, amit gondolom nagyon élveznek, milyen visszajelzések érkeznek, hiszen ez már nem az első alkalom. Nagyon örülünk neki, hogy ennyire bevált ez a sétakocsikázás. Az eredeti ötletet még a fiam és a baráti társasága adta, akik már sok évvel ezelőtt elkezdték ezzel a szerelvénnyel a szüreti felvonulásokon való szereplést, és hát ők is maguk is nagyon jót szórakoztak, illetve hát szórakoztatták a nézőket is. Előtte este már jött a társaság, oda hozzánk feldíszítették a szerelvényt, és másnap úgy mentek a szüreti felvonulásra. És hát ez adta az ötletet, hogy tovább kellene vinni ezt az egész dolgot. Akkor ők még a pótkocsit kölcsönbe kérték egy barátjától, és akkor úgy gondoltuk, hogy van rá igény, tudjuk szórakoztatni a gyerekeket és a felnőtteket, hogy akkor vegyük meg a pótkocsit, így most már az egész szerelvény tulajdonképpen a miénk, és hát nagy örömmel csináljuk ezt segítésképpen, meg társadalmi munkába, mert látjuk, hogy nagyon jó a fogadtatás, mindenki nagyon megköszöni, nagyon élvezik, úgyhogy így aztán mi is élvezzük. A élménypark megnyitónál egy nagyon nagy tömeg volt, aminek külön nagyon örültünk, meg örülünk, úgyhogy segítséget kellett hívni, sorszámot osztani a kocsikázáshoz, és hát úgy voltunk vele, hogy ha ekkora siker van, akkor ezt tovább kell vinni. Úgyhogy
Most is itt vagyunk, most is nagy siker van. Csütörtökön lesz a Mátai Szeretett Szolgálatnak a tábora, illetve egész héten, a jövő héten, és a csütörtöki nap van szintén kijelölve kocsikázásra, úgyhogy akkor is egy kicsit majd feldíszítjük a szerelvényt, és csütörtök délután megint jövünk, és visszük a gyerekeket majd újra. Az előző alkalmakkor te tartottad a frontot, most nem te vagy ott a szekéren. Igen, az előző alkalomnál ott én voltam egyedül, aztán most van segítőm is, a fiam, úgyhogy most minden körbe egyelőre ő megy, mindig megkérdezem, hogy na, akkor most már menjek? Nem, mondja, megyek én, úgyhogy úgy tűnik, hogy ő is nagyon élvezi és büszke arra, hogy ilyet csinálhat. És merre megy a kocsi? Tehát merre felé kanyarognak? Gondolkoztunk, hogy merre szervezzük az útvonalat, esetleg az erdőbe, dőlőutakon, vagy pedig menjünk az üdülőrész felé. Én elkezdtem annak idén az üdülőrész felé, és hát a sétáló embereknek, meg az üdülőknél nagyon jó volt a fogadtatás, annak ellenére, hogy azért ez egy hangos járat, nem olyan, mint mondjuk egy lovaskocsi, és hát mindenki boldogan integetett, akik lent voltak, azok fölfelé integettek, akik fönt voltak, azok lefelé integettek, úgyhogy volt egy ilyen nagyon jó összhang, és akkor így megtartottuk így az útvonalat, hogy akkor megyünk az üdülő területen az utcákba, és akkor integetnek az emberek, úgyhogy ez egy nagyon jó lehetőség mindenkinek. Ugye mondtad, hogy a Máltai Szeretett Szolgálatnak lesz a tábora, és újabb meghívás utána érkezett már? Megvan már, hogy mi lesz az azt követő program? Azt beszéltük a családdal, hogy tovább kellene vinni ezt a dolgot, és arra gondoltunk, hogy az egyházaknál jelentkeznénk majd, segítenénk, főleg a gyerekeknek, hogy egy picit mindegyik egyházhoz, hogy egy kicsit ezzel a lehetőséggel élményt tudjunk adni ott is a gyerekeknek, meg egy picit az egyház felé a kötődést ezzel is tudjuk erősíteni. Úgyhogy ez a következő szándékunk, hogy majd ott szervezünk közösen kocsikázásokat még. Felezünk, ugye, ez a színidő felező, eltelt a fele, hamarosan ugye a másik fele is eltelik, sajnos vége a nyárnak. Ugye először az első feléről beszélgessünk, hogy telt eddig a nyár itt az élményparkban? Azt gondolom, hogy a várakozásokat is felülmúlta, akár a vadkerti tó, illetve az élménypark látogatottsága. Nyilván ehhez hozzájárult az is, hogy hát mondhatjuk, hogy régen nem látott júniuson vagyunk túl, gyakorlatilag hát most hirtelen, de június 10-től kánikula van folyamatosan, 35 fok fölötti hőmérséklettel, nyilván vonzó a vízpart az embereknek, illetve az élménypark is, nem kértünk, ugye a kezdetektől nem volt szükséges a védettségigazolvány se a tóra, se az élményparkba, így rettentő sok látogatónk van. Majdnem, hogy néha azt mondhatjuk, hogy lehet, hogy meg is haladja a kapacitását, vagy a befogadó képességét a tó akár, vagy az élménypark is. Mindenképpen örülünk, és nagyon pozitív visszajelzés az, hogy ilyen látogatottak a úgymond helyeink, élményparkjaink. Van arról információtok, hogy kik érkeznek ide Zömébe? Vadkertiek, kőrösiek, tehát környékbeliek, vagy az üdülő vendégek jönnek át ide a gyerekekkel? Nagyon vegyes az összetétel, azt kell, hogy mondjam, ma délelőtt is akár láttuk itt, hogy voltak nagy kőrösiek is, Kecskemét környékiek, de akár szegediek is, illetve hát budapestiek is nyilván esetleg, akik itt nyaralnak. Azt kell, hogy mondjam, nagyon megoszlik, nagyon szerteágazó a vendégeinknek a köre. Nyilván a vadkertiek is, a helyiek örülnek neki, hogy van ilyen lehetőség, illetve hát a tóra is nagyon sok. Azt gondolom, hogy a tón inkább az esti órákban, meg a hétvégén vannak a helyiek. Hétköznap, napközben akkor nyilván a vidékiek, akik itt nyaralnak, strandolnak, üdülnek. És hogy működik ez az élménypark? Tehát van itt valaki, aki felügyeli a parkot? Tehát mindig van itt valaki? Így van, nyitva tartás időben. Péczka Judit mindig itt van, itt tartózkodik. Gyakorlatilag reggeltől úgymond estig. Ő felügyeli a parkot, a napi munkákat ő végzi. Nyilván amikor egy-egy napernyőt beszerzünk, vagy hozunk, vagy egyéb teendő van, akkor jövünk, segítünk, vagy mi hozzuk ki, vagy ha valami gokárt elromlik, nyilván akkor az kell azért férfi kéz. Vagy hát a Komszol Kft. Megoldja, vagy mi igazából összefogva megoldjuk ezt a dolgot azért. Ugye most vagyunk a szünidő felénél. Ma mivel készültetek a gyerekeknek? Hát a szokásos légvár az nyilván az mindig nyerő a gyerekek számára. Készültünk légvárral, barkácskuckó van, ahol gyakorlatilag, ha a gyerekek megcsinálnak három egyszerű feladatot, ez alatt azt értem, hogy rajzolnak, kivágnak,
beletalálnak a célba dobó dobozkába, illetve horgásznak, akkor kapnak egy ajándékba buborékfújót. Nagyon kedves kis lányok találták ezt ki, megmondom őszintén, feleségem és Bogi. Így a gyerekek egy tárgyi eszközt kapnak jutalmul gyakorlatilag. Volt egy kis jégkrém is itt az előbb, aki éppen itt volt, kisgyerek kapott jégkrémet. Szokásos traktorozás, most már mondhatjuk úgy a Zsikla Tamás részéről, családja részéről, illetve tűzoltóautó. Köszönjük a Soltvadkerti Önkéntes Tűzoltóságnak, kiálltak a nagy tűzoltóautóval, úgyhogy ez is népszerű a gyerekek körében most, úgy látom. Meg hát gyakorlatilag a parkatta lehetőségek, a gokártok, meg a rollerek, ezek megvannak most is, úgyhogy azt gondolom, hogy tartalmasan telik itt a... Hát a délelőtt az még olyan belendülés volt, ugye reggel az eső az úgy hátráltatta az embereket biztos, de most itt délutánra elég sokan vagyunk már, úgy látom. Én látok kifestett arccal gyerekeket, akkor arcfestés is van? Bocsánat, hát igen, arcfestés is van, így van, van egy hölgy, aki nagyon szép, olyan szép oroszlánokat láttam itt, hogy majdnem már ijesztő volt az előbb, egyébként tigris oroszlán és egyéb nagyon szép dekorálások. Akkor ez most itt lezajlik ez az esemény, és elkezdődik a szünidő második fele. Esetleg vannak már tervek erre, hogy milyen programok lesznek itt az élményparkban? Hát gyakorlatilag az augusztus 20-ának az egy része az ide a parkra van kihegyezve, gyakorlatilag akkor aznap ingyenes lesz minden, még a Vadkerti tóra a belépés is, este koncert is lesz, koncertek, illetve itt egésznapos játékugrálás, minden, mondhatnám úgy is, hogy egy igazi 20-ai népünnepét tervezünk, reméljük az időjárás. Azt mondom most talán, hogy csak az időjárás az, ami esetleg el tudja rontani, de bízunk benne, hogy 20-án azért tud jó idő lenni a tapasztalatok alapján, és akkor az úgy a nyárzárónak is mondhatjuk majd. Azt gondolom, hát 20-áig már most több attrakcióval nem készülünk, azt gondolom. Vannak tarsolyunkban még igazi látványosságok is, vagy ami biztos nagyon népszerű lenne a gyerekeknek, azt most nem sikerült összehozni, de én azt gondolom, 20-ára még esetleg megpróbáljuk, nem árulom el, hogy mi az, ez egy meglepetés lenne, lehet, hogy 20-ába bele fog férni. És mikor zár be a park? Meddig lesz nyitva? Erre van valami hivatalos időpont? Hát igazából ez ugye elvileg, ameddig iskola és óvoda szünidő van. Utána szeptembertől nyilván a hétvégéken biztos nyitva leszünk még. Az igény megmutatja ezt, hogyha délutánonként, délután 2-3 órától, de azért akkor már elég sűrű szokott a gyerekeknek lenni, ezt gyakorló szülőként is tudom, azért elkezdődnek akár külön órák, tanulások, napközik, minden. A hétvége az biztosnak mondható, de ha igény lesz rá, akkor nyilván hétköznap is ki lehet nyitni délután 4 órától, akár este 6-7-ig, ezt mind helyzet fogja adni majd. Látom, nagyon élvezik a gyerekek ezeket a játékokat. Ez jó ötlet volt tulajdonképpen. Kinek a fejéből pattant ki? Hát igazából a Bogival együtt találtuk ki, hogy csináljunk egy ilyen állomásrendszert, amiben ha a gyerekek 3 állomást teljesítenek, 3 pecsétet gyűjtenek, akkor egy kis ajándékot kapnak. Ezt így közösen dobtuk össze, hogy egy kis buborékfújóval készültünk a gyerekeknek. Választhattak barkácsolásból, célbadobás, horgászatból. Barkácsolásnál lehetett gyurmázni, színezni, felhős szivárványt készíteni, illetve fagylaltokat díszíteni. Az a legmenőbb most ebbe a melegbe, hogy fagylaltokat készítettünk. Ugye 3-at kell teljesíteni. Melyik 3 volt a legnépszerűbb a gyerekek körében? A 3 legkönnyebb? Igazából barkácsolásból kellett 1-et, a célba dobás és a horgászat az kötelező volt, de a barkácsolásnál a fagyi készítés volt a legnépszerűbb. Milyen korosztály jellemző, aki ide jön hozzátok a feladatokat teljesíteni? Az egészen picitől a 10-12 éves korig is jellemző volt, aki az édesanyjával együtt készítette, tehát volt ilyen 2 éves körüli kisfiú is, aki az anyukája segítségével készítette el a kis gyurma figuráját, vagy a kis színezését. Ez csodálatos ez a minta. Te választottad ezt a mintát? Igen. Te? Általában a lányok ilyen csillivillit szoktak választani, vagy esetleg más? Lányok szeretik, igen, a csillogást. És a fiúk? A fiúk pedig a szuperhősöket. De láttam nagyon szép állatmaszkot is a gyerekeken. Igen, az egyik kisfiú vagy 2 tigris volt, igen. És milyen anyagokkal dolgozik ezek? Biztos, hogy olyanok, amik a könnyen lemoshatóak? Van, teljesen bőr és
gyerekbarát, tartósítószermentesek, illetve sima vízzel és popsitörlővel lejönnek a gyerekek arcáról, úgyhogy még szára is lehet kenni, mert nyugodtan lenyalhatják, nem lesz tőle semmi bajuk. Aha. És gondolom a lányok vannak többen, igaz? Igen, 90%-ban a hölgyek vannak többen, aha. Igaz? Igen, nagyon édesek, aranyosak. És miért ezt választottad, ezt a mintát? Mert tetszik. Aha, és nagyon szép, én megmondom előre, hogyha megnézed a tükörbe, csodálatosan szép. Mit kértél tulajdonképpen? Egy sellőt. Sellőt kértél? Akkor hogy fog ez folytatódni? Hát most már csak a kontúrozásnál tartunk, az az egyetlen egy baj van, hogy nagyon meleg van, és a gyerekeknek a homloka, ahogy izzad, így nehezen szárad a festék, úgyhogy nem minden pont úgy néz ki, hogy a Juci szeretné, de majd a jövőben, igaz? Meleg van, igen. Még egy pici fekete megy bele, és akkor kész is vagyunk. Na, belenézel oda a kamerába? Nézd. Megmutatod, hogy milyen szép vagy? Ó, de gyönyörű, nagyon szép. Köszönjük szépen. A Soltvadkerti Baptista gyülekezet szervezésében nyári tábort tartottak 10 és 15 év közötti gyermekek részére. A programokon a bibliai tanítások felhasználásával a jó emberi kapcsolatok kialakításáról tanult 35 táborozó. A programok szervezésében mintegy 10 fiatal segítette a gyerekeket. A gyülekezet életében milyen hagyományai vannak a nyári tábornak? Az előző évekhez hasonlóan is ismét a tinédzser korosztályt céloztuk meg, ebből is a 10 és 15 éves korosztályt. Sok évre visszatekintendően döntöttünk, hogy ezt a korosztályt célozzuk meg, mert voltak olyan időszakok, amikor akár 7-től 16 évig terjedt ennek a tábornak a korcsoportja, viszont észrevettük, hogy túl nagy ez a rés a két korosztály, hogy inkább túl nagy intervallumban van ez a korosztály, és úgy döntöttünk végül, hogy legyen ez a 10-től 15 éves korosztály, akit megcélzünk az üzeneteinkkel, a játékainkkal, és most már a negyedik éve, hogy ezzel a csapattal együtt szervezzük meg a programokat, gondoljuk át azt a stratégiát, amivel természetesen nem csak játszunk, hanem Isten üzenetét szeretnénk eljutatni feléjük. Rendkívül mozgalmas játékok ezek, rendkívül aktívvá teszik pont ezt a korosztályt, mert olyan kihívásokat tárnak eléjük, amiben ők nagyon-nagyon partnerek. És minden játék úgy van kitalálva, meg minden olyan bemutató, mert vannak olyan dolgok is, amit csak a tanító, mint egy bemutatóként tár a fiatalok, a gyerekek elé, mindenhez kapcsolódik egy bibliai tanítás. És nagyon hálásak vagyunk, hogy most már negyedik évnél tartunk, és most jött el az az időszak a táborunk életében, hogy van egy generációváltás. Érdekes ezt végignézni, hogy azok, akik 4 évvel ezelőtt ebben a elgondolás szerint becsatlakoztak és itt voltak tiniként, azok mára már segítőként vannak jelen, és mára ők azok, akik közreműködnek a tanítóknak a segítségekben, a játékok előkészítésében, és ott vannak, élére állnak a fiatalabbaknak, és vezetik őket. Sőt, elmondhatom azt, a gyülekezetünknek ez egy nagyon-nagyon nagy büszkesége, és nem tudom máshogy megfogalmazni, hogy a gyülekezetünkből a fiatalok közül, akik felnőttek az elmúlt 4 évben, vannak 5, akik nem csak helyben szolgálnak együtt a Miklósvári Péterrel, hanem határon túlon, Erdélyben, Délvidéken, Szerbiában is mennek táborokat szervezni és ott szolgálni. Jelenleg itt a táborozók kb. 35 fővel vannak jelen, és plusz van itt körülbelül 15 segítő, akikkel rájuk figyelnek, leülnek, együtt játszanak a kötetlen időszakban, és akár foci, akár egyéb UNO, vagy egyéb ilyen társasjátékokban. Nagyon fontos a tanítás, nagyon fontos a játék, de talán még fontosabb a kapcsolatok építése, és a kapcsolaton való
azokra való alapozva Isten szeretetének a megosztása. Ez a célunk, és már látjuk, mondhatni valamilyen szinten ennek a gyümölcsét is azokban a fiatalokban, akik már szolgálnak ebben a táborban, nem csak táborozók. Volt a tábornak esetleg valamilyen központi témája, amikor fonódtak a napok, a programok? Általában az a csapat, akivel együtt dolgozunk most már negyedik éve, ez a Harvest Game, régebben Green Game volt a nevük, idén változott a név. Nincs következés tematika, hanem ahogy mondtam, a kapcsolatokon, amikor megkezdődik a tábor, akkor van egy elgondolás, hogy azon a napon milyen játékok, milyen tanítások vannak. A legfőbb célja minden táborunknak az, hogy az evangéliumot, Isten szeretetének az üzenetét elmondani, de minden következő napnak a tematikája az mindig a gyerekekhez, az ő karakterükhöz igazodik. Az első napon van egy fix program, és minden nap végén, amikor leülünk, akkor átbeszéljük, hogy hogyan látjuk a gyerekeket, mennyire nyitottak, mennyire zártak, mire készek, mibe van készségük arra, hogy ebben partnerek legyenek ezekben a játékokban, és ezért mind napról napra hozzájuk igazítjuk a játékokat, és a tanítást is. Mindezek mellett mégis vannak olyan elemei a tábornak, amik elengedhetetlenek, talán amiatt, mert nyáron vagyunk, ezek pedig a jó idő mellett a hűsítő vizes játékok, és így lesz ez ma is, meg így volt ez két nappal ezelőtt, és a mai nap lesz ugye, az lesz az üzenete az utolsó vizes játékunknak, hogy a vízi csúszdánk, aminek a mondhatni az az üzenete, hogy Isten arra vágyik, hogy becsúszunk, hogy beérkezzünk a mennyországba. És ez az üzenete, ezt élvezik talán a gyerekek a legjobban, de nem csak a gyerekek, felnőttek mi is rendszeresen kivesszük belőle a részünket. Lehet, hogy nem csúszunk, de hogy szárazak nem maradunk, az biztos. És minden nap végén a legnagyobb öröm számunkra az, amikor a tinik nem akarnak hazamenni, hanem halljuk, miközben nekünk megbeszélés van, hogy itt játszanak, nevetnek, és nagyon jól érzik magukat, és szeretve érzik magukat, és a tábor végén az a visszajelzés, hogy nem az, hogy hú, de jó, hogy vége van, ezt is túléltük, mehetünk haza Xboxozni, PS-ezni, Facebookozni, hanem az, hogy de kár, hogy vége, és mikor lesz a folytatás. Hála az Úrnak, a gyülekezetünk erre is kitalált már egy alternatívát, ez pedig az, hogy az évközben, a tanévközben havi rendszerességgel, havonta egyszer-kétszer tini klubokat tart, ami hasonló, csak 3 órába sűrítve, játékokkal, tanításokkal. Ez az, amit ugye az évközben igyekszünk számukra biztosítani. A táborban milyen programokkal, ötletekkel jöttél el, miben tudsz segíteni, hogy jól érezzék magad a résztvevők? Hát mi a Harvest Game Egyesülettől jöttünk, és a Harvest Game egy olyan módszert használ, amiben a kis tiniket próbálja megszólítani. 3 alappillére van ennek a módszernek, az egyik az evangélium, a másik a Biblia, és a harmadik a legfontosabb a gyerekeknek, ez a boldogság. És a programjaink azok mindig ezt a 3 részt hordozzák, de a boldogság az mindig ki van emelve. Minden nap beiktattok valamilyen programot, ami a 3 témakör köré esetleg csoportosul, vagy a tematika úgy épül fel, hogy napról napra másik-másik jön? Minden nap több ilyen programot iktatunk be, mert mind a 3 szerepel, mind a 3 együtt van. Mennyire fogékonyak a fiatalok, a gyermekek ezekre a programokra, ezekre az ötletekre? Nagyon nagy problémával szembesültünk egy 15 évvel ezelőtt, hogy a protestáns keresztény egyházakban a fiataloknak unalmas a Krisztusról szóló beszéd, az evangélium, a Biblia, és mivel hogy a környezetük, az internet a sokkal érdekesebb dolgokat tudott felmutatni, mint mi. És ezt erre próbáltunk válaszolni, létrehoztuk ezt a módszert, és ezzel próbáljuk a gyerekeknek átadni az evangéliumot. Nagyon fontos, hogy a gyerekek itt, amikor meglátják, hogy játszunk velük, hogy az ő szintjükön folynak a játékok,
hogy a vadak, a csaták érdekesek nekik, amiben teljesen mindent kiadhatnak magukból, akkor utána nagyon szívesen meghallgatnak bennünket. Például egyik kislány, a nagypapája tuszkolta el ide, mert a kislány attól félt, hogy volt már keresztény táborban, és ott egész nap csak beszélgettek vele az Istenről, és halálra unta magát. És az első nap után nem csak ő jött, hívta a nővérét, a szomszédait, mindenkit, mert mondta, hogy hát ez egy egész más tábor volt, de azért itt is Istenről beszéltek. Ezzel a módszerrel jobban meg lehet szólítani a fiatalokat, esetleg a gyülekezeti összejövetelekre szívesebben jönnek el? Ez a módszer, ez bemutatja a kereszténységnek az alaptanításait. És miután ezt bemutattuk a gyereknek, és ezt megértették, utána a gyereket rábízzuk a helyiekre, a helyi gyülekezetre, a helyi lelkészre, a helyi vasárnapiskolai tanítókra, és utána ők viszik őket tovább. Sotvadkerten már többször láttunk, a mostani táborról mi a véleményed, a szervezésről, a feltételekről, a részvételi arányról, a gyülekezet segítségéről, hogyan látod az itteni helyzetet? A mostani év egy nagyon speciális nekünk, ugyanis a következő történt, hogy ez az ötödik évünk ebbe a táborba, és felnőtt egy generáció. És most teljesen újakat kaptunk, akik még nem annyira ismernek bennünket, és hát ezek a gyerekeknek először bemutatkoztunk, és így a szívek egy picit lassabban nyílnak meg, mint akkor, amikor már több éve vagyunk a gyerekekkel, viszont azt el kell mondani, hogy az elmúlt generációból, akik helyiek voltak, és akiknek nyomon tudtuk követni az életét, azok közül hatan bemerítkeztek ebbe a gyülekezetbe, és az a gyülekezetnek a tagjai lettek. És van egy speciális örömünk is nagyon, mégpedig az, hogy van egy fiatal srác, aki Pestről csak ez miatt, a tábor miatt jár le ide Solt-Vadkertre, és egész héten részt vett benne. Úgyhogy a kérdésedre a válasz igen, a gyerekeket érdekli ez a módszer, érdekli őket Istennek a szava, és boldogok ebbe a táborba. A Solt-Vadkerti labdarúgópálya adott otthont az első országos 11-es rugóbajnokság egyik területi fordulójának. Az eseményre érkezők számára ez volt az első állomás abban a sorozatban, amelynek végén a legjobb 11-es rugó 10 millió forintot nyerhet. Ma úgy gondolom sok 11-est kell védened, illetve szembenézni a lövőkkel. Mi a titka, mi lehet az egy kapus számára előny vagy hátrány egy büntetőnél, hogyha felkészült, figyeli a játékost, hogyan lehet hárítani egy jó büntetőt? Hát sok titka, azt gondolom, egy büntető védésének nincsen, de nyilván kell azért figyelni a játékosnak a mozgását, meg hát szoktak egy-ketten trükközni, hogy ide néz, akkor úgy gondolja, hogy majd nagy lesz, és akkor amoda rúgja, de hát azért javarész a szerencsém múlik, azt tudom mondani. Te mit figyelsz? Esetleg a tekintetet, a lábmozgását, mire számít, a szóba mehet a labda? Persze, a tekintetet az mindenképpen. Még a mozgását is próbálok kivárni a végéig, de hát azért nem mindig jön össze, meg kell vallani, mert azért büntetőt védeni nem olyan egyszerű dolog ám, mint azt gondolják. Fontos esetleg az, vagy előny lehet, hogyha vonalon esetleg hamarabb elindulsz, és van egy kis ritmus előnyöd a lövés pillanatában? Persze, hogyha a lövő nem nézi a kapus mozgását, akkor az szerintem mindenképpen előny tud jelenteni, mert annyival hosszabb vagy, többet tudsz lefedni. Ennek az a hátránya, hogyha véletlen figyelik a kapusnak a mozgását, akkor elrúghatja a másik irányba, vagy csak egyszerűen erőből középre, de hogyha éppen olyan lövő van, aki ezt annyira nem figyeli, akkor előnyt tud jelenteni, igen. Azt szokták mondani, hogy büntetőt csak rosszul lehet rúgni, védeni nem lehet. Te, mint kapus, ezt a mondást hogyan értékeled? Lehet azt védeni is szerintem, megmondom őszintén, meg rosszul is rúgni. Hát nyilván, hogyha fölé rúgja valaki mellé, az nem a kapusnak a érdeme, de el kell találni az irányt, szerintem. Ma azért vannak nem profi focisták is, amatőrök itt a rúgók között. Hogyan látod az esélyeket, milyen rúgásokat, milyen helyzeteket lőttek neked kapura? Hát szerintem azzal kezdeném, hogy egy teljesen jó kis kezdeményezésről van szó. Ilyenre még nem emlékszem, hogy a közelmúltban lett volna példa, kijönnek, hát nem is tudom, 40-en voltunk talán, most másik városokból is eljöttek. Neveztek, akik esetleg nem rendelkeznek igazolással, és olyanok is neveztek, akik már a megyébe több mérkőzést lejátszottak, de alapvetően ugyanannyi esélye van mindenkinek, mert tehát aki berúgja, az tovább jut.
éppen egy jó futballista is tudja rosszul rúgni, és egy, aki most csak terembe focizott, vagy valahol máshol hobbi szinten, az is akár az évek alatt megtanulhatott jól rúgni büntetőt, tehát abszolút szerintem egyenlők az esélyek. Te hogyan kerültél képbe, hogyan kerültél ide a kapuba? A Schmidt Zsolti kérdezett meg, hogy nincs-e kedvem esetleg jönni. Igen, mondtam, mert hát mondom, egy teljesen jó kezdeményezésről van szó. Örülök az ilyen lehetőségeknek, meg én szeretek is futballozni, úgyhogy ez is focival kapcsolatos. Nagyon szívesen jöttem. Azt tudjuk, hogy te aktív játékos vagy, hiszen a Megye 3-ban focizol, ezért számodra nem újdonság egy büntetőt rúgni. De hogyan lehet készülni egy ilyen versenysorozatra, ahol többet kell és jól kell belőni? Igen, még aktívan focizok. Hát azt hiszem, hogy 11-esre nem nagyon lehet felkészülni. Bármi közben jöhet, nem találod egy jó labdát, esetleg a kapus, hogyha jó irányba vetődik, akkor ugye megfogja. Kicsit szerencse is kell, én azt hiszem, ahhoz, hogy ilyen ennyi 11-es berúgjál, de azért jól is kell rúgni. Tehát nem véletlen, hogyha valaki berúg egymás után 4-5 11-est, az már valószínű, hogy jó rúgja a bajnokságba is. Igaz, ott nem kell valószínű ennyi 11-est egymás után rúgni, egyet, kettőt, nagyon ritkán, extrém esetben hármat. Úgyhogy az abban magabiztosnak kell lenni, aztán oda kell állni. El kell dönteni előre, hogy melyik sarokra próbálod rúgni, vagy melyik oldalra, vagy esetleg mostanában a divat középre rúgni. Ugye a kapus sokszor elvetődik, csak akkor van probléma, hogyha nem. Úgyhogy nincs szerintem ilyen bevált recept. Most gondolom van mindenkinek egy olyan babonája, hogy melyik oldalra, vagy hova tudja jól rúgni, azt már begyakorolta. Még lehet, hogy serdülő vagy ifi szinten, azt már jó tudja rúgni. De mindig nem lehet oda rúgni, mert ugye a jó kapusok kifigyelik. Te mit helyezel előtérbe? Sokan ugye változtatnak oldal, sokan kivárnak az utolsó pillanatig, elpasszolják a kapus mellett, mint mondtad, középre passzolják. Te mit alkalmazol, mit szoktál használni, milyen taktikát ebben a tekintetben? Én mindenféleképp szélre kell kirúgni, és erősen. Én ebbe hiszek. Abba már nem annyira, hogy lazán elgurítom valamelyik oldalra, és akkor hát, ha kapus a másik oldalra vetődik, ez nem hiszem, hogy annyira bejön. Sőt, már vannak ugye azért jó kapusok már a megyei szinten, de ugye NB szinteken, profi szinteken azok meg már egyszerűen nem is kell, hogy elvetődjenek, kiugranak szinte a kapufa tövéig, elérik a labdát, tehát ugye ők erre edzenek. Úgyhogy én abba hiszek, hogy azért legyen benne erő, hogyha véletlenül jó felé is vetődik a kapus, vagy ne érje, vagy vigye be a kezét. Úgyhogy ez az én taktikám. Ma milyenek a kapusok? Azért van több hálóőr is, ismered is őket, hiszen Zsoltatkertiek, tehát mi a véleményed róluk? Itt már mindegyik, ugye személyesen ismerem, jó kapusok. Meg ahogy mondtam, hogy valamerre el kell vetődni, hogy pont arra rúgod, nem rúgod, jó, akkor úgyis kifogják, de itt már azért sok megye egyes kapus van, azok már azért legtöbbje már 100, 200, 300 meccsüket is védett megye egybe. Gondolom 11-eseket is fogott már ki, illetve kapott is gólt. Szerintem van nekik is már egy babonájuk, hogy már ha nekifut valaki a labdának, a jobblábas, ballábas átlagba, merre szokta rúgni, szerintem már így a kapusoknak van egy ilyen babonájuk, hogy akkor erre vetődök arra, vagy esetleg már megérzés. Ugye. A mai programra honnan értesültél, hogy lehet jelentkezni, és miért döntöttél úgy, hogy részt veszel ebben? Hát itt egyébként, itt a Zsoltatkerti TE-nél, ugye most itt ők a fő szervezők, ennek a, ugye itt van több helyen Zsoltatkerten, aztán Hortán, Halason, innét értesültem, szívesen elvállaltam, igazából ez, ha már a fődíj lebeg itt az emberek szem előtt 10 millió forint, valaki úgyis meg fogja nyerni, tehát hát ha gondoltuk, hogy én vagy valamelyik csapattársunk, az ilyen nagy dicsőség lenne ugye a klubnak is, de amúgy szeret az ember ilyen kívások elé állítani magát, ugye, hogy már csak a dicsőség is, hogy jó, én most berúgtam a 11-est, vagy már tovább jutottam. Igaz, úgy hallom, hogy még itt, hogyha itt valaki nyilván hatnak kell tovább jutni, azok még mennek még egy selejtezőre, illetve ha ott tovább jut az illető, akkor egy Pesten egy végső döntés. Tehát elég hosszú folyamat ez,
elég sok hibázási lehetőséggel, és akkor sajnos, hogyha csak egyet kihagysz, akkor ennyi volt, kiestél. Úgyhogy innét éltesültem, de ez jó kezdeményezésnek tartom ezeket az ilyen kis, hogy is mondjam, programokat, mert csak most ugye kezd már vége van a megye egynek, meg sok bajnokságnak, kicsit így érdeklődés szempontjából még lázba tartja az embereket. A Sotatkerti TIE szervezésében 11-es rugóbajnokság volt a mai napon. Hogyan került képbe a klub, hogyan kapcsolódtatok bele a programba? Hát még körülbelül december környékén kerestek meg engem a 11-es szervező bizottság, hogy szeretnének egy ilyen rendezvényt megtartani Bács-Kiskun megyében, és hogy lenne kedvünk hozzá, hogy akár infrastruktúrába, szervezésbe tudnánk-e hozzájárulni. Én örömmel fogadtam a felkérést, mert úgy vagyok vele, hogy minden olyan rendezvény, ami a labdarúgással kapcsolatos, érdemes előtérbe helyezni, és úgy érzem, hogy minden követelmények megfeleltünk. Követelmények voltak, hogy legalább négy kapuval álljunk rendelkezésre, egy 10 labdát tudjunk biztosítani, illetve 4 kapus volt a kikötés. Én ezt tudtam biztosítani, így megkötöttük a szerződést a szervezőkkel, és hál' Isten a sok-sok eltolt időpont változtatás miatt, de sikerült megrendezni ezt a tornát. Hány kapussal sikerült megrendezni? Több hálóőr is volt, és honnan jöttek, kik voltak ők? Igen, szerencsére 5 kapusunk volt, aki vállalta ezt a megmérettetést. Ők ajándékot is kaptak a szervezőktől, ugye ők is ingyen nevezhettek be a tornára, és ők is rúghatták a 11-est. Személyek szerint Akasztóról Német Zsolt jött el hozzánk, Möti, illetve a hazai kapusaink Eifert János, Engler Antal, Fritman Patrik és Szabó Norbert védték a kapukat. Említetted a feltételeket, a műfüves pályán került megrendezésre ez a 11-es rugós bajnokság, pontosabban a Soltatkerti forduló. Miért esett a választás arra, hogy itt a műfűvön, illetve erre a két kapura végezzék el a rúgók ezeket a 11-eseket? Igen, ugye elsősorban azért nekünk a center pályát kímélni kell, egy nagyon jó felkészített pályánk van, most azért, hogy körülbelül szerintem egy 200 rugás elment a mai napon, azért, hogy szerintem elég nagy kráter jelentkezett volna a füves pályán. Úgy voltunk vele, hogy azért ez a műfüves pálya bírja ezt a terhelést, így jobbnak láttuk, hogy itt rendezzük meg. Ugye elsősorban azért sokkal több személyt vártunk a tornára, 43 személy nevezett erre az eseményre, abból körülbelül 38-an részt is vettek, és így úgy döntöttünk, hogy mivel élvezetesebb legyen ez az egész játék, először 2 kapura kezdtük el a rugásokat, utána leszűkítettük 16 főnél 1 kapura. Hogyan történt a lebonyolítás, kik milyen formában, hányan juthattak tovább a következő fordulóba? A szervezők 6 főt jeleztek nekünk, hogy jutnak tovább egyeneságon a megyei döntőre, illetve 6 pótjátékost kellett megneveznünk, tehát 12 játékos van képben. A lebonyolítás úgy történt, hogy mindenki rugott ugye egyet első sorba, ha hibázott sajnos, akkor az első körben már búcsúzott, és ahogy ment a kör, ugye úgy szűkült a létszám, ott már voltak kisebb helyosztók ugye a 12. helytől, és a végén eldöntöttük az első helyt sorsát, amit Sinkó András Kecskemétről nyert meg. Mennyire volt izgalmas a végjáték, hány sikeres büntetőt kellett végrehajtania annak, aki megnyerte ezt a mai sorozatot? Ha jól emlékszem, a papíron a 13. körben értékesítette az András az utolsó 11-est. Ott a végén már ott látszott, hogy a 6 rugónál látszott, hogy jó rúgják a 11-est. Volt egy-két szerencsés 11-es, de a végén az Andrásnak sikerült begyűrnie ezt a 11-est. És ugye említsük meg, hogy voltak sokan Soltatkerti indulók is, valamint a kapusok is rúgtak büntetőt. Az ő teljesítményüket, a helyieket, illetve a kapusok teljesítményét hogyan értékelnéd? Hát igen, tehát hogy szokták is mondani, hogy a kapus tudja a legjobban, hogy hova kell rúgni, vagy hogy kell a 11-est elhelyezni, és ugye ez a mai napon is bebizonyosodott, hogy ugye nálunk is a Fritman Patrik, az Eifert János ugye bejutottak a döntőbe, és volt egy-két nagyon jó kapus teljesítmény, főleg, hogy láttam, az Engler Anti nagyon sok 11-est hárított. Hogyan tovább? Mondtad, hogy megyei forduló, döntő jön, hol lesz, mi a lebonyolítás rendje ezen túl, hogy a Soltatkerti versenyt ugye megrendeztétek? Igen, most ugye országosan zajlik ez a torna, tehát ugye az ország más megyeiben is több helyen rendezik. Most Bács-Kiskun megyében is, ugye mai napon Hortán, Kiskualason és Bátyán rendeztek még rajtunk kívül, de én úgy tudom, hogy lesz még pótforduló, még nincsenek meg a helyszínek.
Tehát lesz még lehetőség, akik most esetleg nem sikerült nekik tovább jutni, de van még esélyük arra, hogy egy másik helyen elindulhassanak. Ugye, és akkor lenne a megyei döntő. A megyei döntőnek sincs még meg a helyszíne, akár lehetünk mi is, tehát felkínálták ezt a lehetőséget nekünk. És az országos döntőről annyit tudok, hogy vagy a Bozsik stadionban, vagy a Hidegkút János stadionban rendeznék meg. Kedves nézőink, ennyi volt már a Vadkerti Krónika, amelynek legfrissebb számát a szokott időben, jövő héten, kedden este 7 órakor láthatják. De tartsanak velünk továbbra is, hiszen már is jövünk a Solt Vadkerti magazinnal.